A videót a notebook.hu támogatta. Na hát, szevasztok, srácok! Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, itt vagyunk Istvánnal. Szevasztok! Kincskeresés, új rész, GTA for Life. Oda nézzél, miket mondok? Igen, angolul is beszélsz. Itt látjátok mellettem az Istvánt. Igen, nem tudom merre nézek, de valamire biztos ott vagy. Most balra jobbra néztem, fogalmam sincs, hogy hol leszek. Ez egy ilyen kis újítás, amit eszközölünk. Úgyhogy itt vagyunk, és István elvileg eldugott valamiket, valamit nem tudom. Kedves Istvánom, elkezdhetnénk most már aztán igazán. Így van, így van. Kezdjük el, Petri. Pisze, azt az mondom. Anyád picsáját, várjál már. Ott az anyád. Hozzáj, ne le. Bocs, már tévé alatt volt. A kis szarházi ninja majom. Na, itt vagyunk. Na. Jól van. Na, srácok, annyi változás történik ebben a videóban, illetve újítás, hogy időre fog menni. És előre gyakorlatilag három darab segítséget én összetettem Patriknak. Na most ezt ő kérheti, amikor csak szeretné ezeket a segítségeket. Annyit megsúg neked, Patrik, hogy a taktikai jelentősége is van, hogy mikor melyiket kéred, mert sorba vannak rakva. Tehát ugye nem mondom meg, hogy van, mint van. A lényeg az, hogy mindegy, a megfelelőt fogod kapni, az a lényeg. Tehát ezt külön kérned kell. Ugye időre fog menni, ezért igen. Mondom azt, hogy azonnal mondd, hogyha azt gondolod, hogy mehet hogy a segítség. Kell a segítség, oké. Okay. Így van, akkor menni is fog relatíve azonnal a segítség. Gyakorlatilag ennyi. Azon kívül minden rendben lesz. Na most Patrik, én küldtem neked egy videót már így a felvétel előtt, amit nem néztél meg, egyáltalán nem néztél meg. Ezt most szerintem nyugodtan tekintsd meg, és úgy tekintsd meg, hogy abban a pillanatban, ahogy véget ér az a videó, indul is az időzítő. Hú, basszus, ez 10 perc. 10 perc. Oké. 10 perc lesz majd. Oké. Okay. Jó sok hang. Így van. Patrik, igaz? Figyelj, hatalmas vészhelyzet van. Fogalmam sincs, hogy ki vagy, de figyelj rám. Doki el akarja pusztani az időgépet. Mondta, hogy mondjam neked, szóljak előre, te tudod ezt élő megtenni. Az IA a torony tetejére rejtette el, és ahhoz, hogy följuss, elvileg a Rockford plázába elrejtett valami alkalmatosságot, amivel föl tudsz jutni rá, a garázsban kell keresned. Nagyon fontos, hogy 10 percet van rá, és csak úgy tudod elpusztítani az időgépet, hogyha a vízbe tudod dobni. Nagyon siess, 10 percet van az egészen, 3 darab segítséget kérhetsz tőlem, ennyit tudok neked adni nagyjából az egészhez. Hajrá! Rohadj meg, annyi infót mondtál! Elindult az időzítő, mehetünk is! De rohadj sok infót volt mondtál! Minden. A Rockford pláza, vagy mi a rák, ahova nekem mennem kell, mi az? Így van, így van. Azt nem mondtam a videóba végül, de nincs messze az a helyzet. Szerintem aha. Induljunk el minél hamarabb. Hát megy a térképen próbálom nézni, hát nyugodjál már meg. Persze, 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 abszolút. Én mellékesen nem fogok neked adni random segítségeket, hanem amikor csak kéred, ugye, akkor fogok adni. Az a nagy alok, hogy nem ez az-e. Az időre menés megborította a fiút. Rockford Plaza, az volt a neve? Így van, így van. Hát ez szerintem nem pláza. Ez sem az. Rockford Plaza, aha. És hogy mi van itt? Basszus, az a baj, elfelejtettem már. Várjál. A garázs, az volt mondva, hogy garázs, a garázsban kereszt. Hú, egyelőre nagyon ügyesen csinálod. Ó, itt van, baszki! Nincs, kiugrik, de várjál, mert én benne maradtam az autóban! Mindegy, mennyi időre megy, menjél! Mennyi, nem megy, de várjál, futom! Kicsit túltoltad az agyadra, mert az idő! Az a helyzet! Nem tudom, nem baj! Óhiraj meg, azt innen kicentízzem magam! Aha, jó, figyelj, én oda nem fogok tudni bemenni, nyugodtan menjél akkor tovább. És akkor gyere ki onnan, ahogy tudsz, így van. Aha. Aha. Jó. Sikerült kijönnöm. Igen. Figyelj, csak felveszlek, hol vagy? Jó, itt vagyok kint. Itt lent. De lejöttem. Nagyon ügyes voltál. Hallod, azt láttad? Láttam, nem is vesztegetem az időt. 2 perc telt el eddig, Patrik. Oké. Okay. Nagyon jól nyomod. Na, merre most... megyünk tovább? Tudod-e? Aha, emlékszel-e a videóban az információra? Basszus, mi volt? Valami bankot kell keresni? Vagy mi a jó istent? Valami magas épület lesz. Rohadj meg, ha? Nem lesz magas épület? Valami figyelj. IAA. Az van ráírva elvileg, hogy IAA.
az FIB, FIB, oké, az nem az. Megnézhetem a videót még egyszer? Nyugodtan, fi, az időd engedi, persze, abszolút, három, kettő és fél perc ment el eddig. Az sem az, az pedig valami XZA, vagy nem tudom, azt nem látom, várjatok, megnézzük a videót gyorsan. Basszus, nem tötti be a pöcsem videót? Gyerünk! Hát ez ilyen, sajnos ez ilyen. Patrik, igaz? Figyelj, hatalmas vészhelyzet van, fogalmam sincs, hogy ki vagy, de figyelj. Ennyire nincs vészhelyzet. Doki el akarja pusztítani az idejét. A Doki! Mondta, hogy mondjam neked, szóljak előre, te tudod ezt élő megtenni. Az IA a torony tetejére rejtette el, és ahhoz, hogy följuss, elvileg a Rockford plázába elrejtett valami alkalmazottságot, amivel föl tudsz jutni rá. A garázsban kell keresned. Nagyon fontos, hogy 10 percet van rá, és csak úgy tudod elpusztítani az időgépet, hogyha a vízbe tudod dobni. Nagyon siess, 10 percet van az egészen, 3 darab segítséget kérhetsz tőlem, ennyit tudok neked adni nagyjából az egészhez. Hajrá! Aha, tehát az IAA nem bank, hanem torony, amit kéne keresnünk. Figyelj, 3 perc, 20 másodperc. Mit tudottál? Véletlen! Uram, atyám, Patrik, várj, én meg most nem ültem át amúgy a... Basszus! Nem vette át a helyet! Akkor zuhansz? Nem vette át a... Hogy kell átvenni a... Nem tudok átülni. Vagy hát, nem tudom. Én meghaltam. Jó, nem baj. Hát, hallod, a D-t akartam megnyomni, és véletlen a izét nyomtam meg. Hát figyelj, ez megesik. Tulajdonképpen 9 perc 56... Vagyis, hogy 4 perc ment el jelen pillanatban. Aha. Úgyhogy... életbe. Valahogy kéne keresnem egy új izét, mi? Helikoptert. Igen, 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 igen. Arról a téletbe. Hát ez sajnos, ez nem az én hibám volt, abszolút. Nem, ezt én csesztem el, mert véletlen rossz gombot nyomtam. Tudod, D-t akartam nyomni, hogy oldalra menjen. Aha. Igen, igen, igen. Az te helyett nem így lett. Na jó, akkor viszont én nekem muszáj lesz egy kis segítséget felkeresnem. Az nem gond, ugye? Nem, egyáltalán nem gond. Figyelj, de te úgy oldod meg, ahogy akarod, én neked nem tudok adni segítséget, értem szerint, azon fönt adtam. Oké. Segítséget kértem. A VIP segítséget, mert megjegyeztem, hogy mondtad, hogy tudok kérni egy helikoptert. Smart. Csak ezzel nem lehet szállítani, mi? Tessék? Ezzel nem lehet szállítani. Senki nem mondott semmi olyasmit, hogy szállítani is kell majd valamit. Most ez egy segítség, okay, vagy idők alattad, felkapsz. Jó, akkor ez egy segítség volt. Ez már elég. Mondjuk azt, igen, ez igen, akkor egy segítséget. Mert akkor nem kárgó kell, hanem elég nem egy nem tudok beszállni, úgyhogy menjél nyugodtan. Miért nem tudsz? Mert nem vagyok gondom, nem vettél fel bodyguardnak, úgyhogy menjél nyugodtan. Na várjál, várjál. Tudsz még jönni, gyere. Oké. Okay. Friends. Oké. Okay. Nem tudok beszállni. Invite-oltalak bodyguardnak. Úristen. Vagy mit tudom én, gyorsan gyere, szállj be. Fogalmam sincs, hol kell azt elfogadni. Nem tudsz beugrani? Nem. Gyerekek, hogy nem, én ilyenkor... Nem tudok. Menjél. Csináljad. 4 perc 30 van hátra. Aha. Jó, oké, akkor az IA... Aha. Akkor az IA a tornyot kéne megkeresni. Így van. Basszus, biztos, hogy itt lesz valahol. Szóval IAA az lesz ráírva. IA, megvan az IA. Azt hittem IX-a, de nem IAA. És annak a... Basszus, mit bénázok itt, hallod? Pedig okay. Amúgy meglepően jó kezdted amúgy, csak mondom. Nagyon rajta voltál, de hát... Aha. Azt itt mi van? Oké, okay, felértem a tetőre. Rendben, jövök én is utánad. És itt a tetőn mit kéne keresnem? Valami el van dugva? El lett mondva a videóban, én nem segíthetek, el lett mondva a videóban. Arról a téletbe. Itt egy ejtőernyő, de gondolom nem azt kell dobni a izéba. Nem ám. Ne, ott van, te szemét disznó, egy autó, ugye? 3,5 perc van hátra. Mi az? Mi ez? Mi a baj? Mi a bénázás tárgya? Jövök, itt vagyok fönt. Felrepültem, jó? Tehát, hogy ez volt, felrepültem az égbe, nem tudom mit tört. Látom, hogy most egybe vagy elvileg. Jó? Oké. Jó. Na, menjél már fel, tesz. De szemét, hát innen azért nem olyan könnyű felszállni. 2 perc 50 van hátra. Oké, és ezt bele kell dobnom a izéba?
A mi a nevébe? A vízbe? A mi a nevébe? Ilyen, a videóban az volt? Igen, az volt. Hogy hát akkor oda hogy kell. A legközelebbi vízbe kell beledobni. Basszus! Isti, lesz ebben egy olyan rész ebben a videóban, srácok, ha valaki tudja milyen bug volt az, az írja meg. Másztam fel a létrán és egyik pillanatban csak így felrepültem az égbe. Azt a rohadt életben. És így csúsztam le. Oké, akkor ezt úgy kéne bedobni, hogy én azért nem vele esek. Ugye? Tehát bejonizom oda az izéba. A tengerbe, hogy azért ne ide hát, essen. Figyelj, abszolút rád bízom. Fú. Te csinálod. Hallod, úgy leizzadtam most ebben a pár percben, ami itt megtörtént. 2 perced van hátra. Ó, hát ez már. Az már sima? Ez már szerintem meg lesz. De ez egy nagyon komoly izé lesz. Itt jössz mögöttem, tüske alakzatba? Így van, abszolút, szigorúan. Na, oda nézzé. Oda nézzé, mit találtam ki. Ugye, hogy itt minden... Itt jön mögötted, de fogalmam nincs, hogy hol vagy. Tehát én nem látlak, ugye? Ja, jó. Felszállunk jó magasra. Sutty! Nyissad az ejtőernyőt! Úúú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 
levegőbe. Igen, mert nem kapcsoltad ki azt, hogy lebegjen, igaz? Egyre nem sikerül ez neked, Patrik, az a helyzet. Basszus! Figyeld, megoldom. Megoldom. Mennyi időm van még? Figyelj, még van 1 perc 15 másodpercet. Mennyi már fel a víz tetejére, hallod? Nem ja, akar... látom, itt maradt a repülő, vagyis a kocsi. Aha, látom. Nem tudok hát... felmenni a víz tetejére, hogyan kell? Mennyi fel, te szar? Várjál, megoldom. Még van idő, ugye? Van. 1 perc, 56 másodperced van. 56 másodperc. Igen. Figyelj, nyilván most segíthetnék, hogy én téged felkaplak, meg nem foglak. Persze, és itt van, olyan stabilan egy helyben van itt, Patrik, gyönyörű. Egyszerűen gyönyörű. Bejött a tervem. Bejött a te szaros tervem. Ezt lövi szét! Próbálja szétlődni! 30 másodperced van. A rohadt életbe. Jaj, de jó. Pedig annyira jól kezdtél, érted? Olyan gyorsan megtaláltad a garást, a plázát, nem is kellett segítenem, semmi. Ez nem döglik meg, hallod? Hát ez nem, az egy stabil. Nézd meg, én most lelőhetném neked itt, de hát nem fogom. Te 10 másodperced van. Nem gondoltál, Patrik. De erre egyébként te se gondoltál volna, nem? Dehogy nem. Én egyszer már megszívtam ezzel, azért jött az eszembe, hogy ezt megcsinálom így neked. Oh! Hallod, gyakorlatilag pont időn vagy. 57 másodperc, 3 másodpercet túllőtted, de én megadom, Patrik, ez gyönyörű volt az a helyzet. Ezt megcsináltad, Patrik, ez szép volt, jövök neked személyesen. Az életben nem gondoltam volna, hogy ez innen fog sikerülni. Hát, de megoldottad, éppen hogy meglett, szép Istenem. Volt, Patrik. Stresszes volt, igaz? Jézusom Isti. Atya, oh! Ó, leraktam az a gépet. Úristen. De le tudtam onnan lőni. Szép volt, Patrick. Na, hát ezt megoldottad. Ez nagyon jó megtaláltad volt, István, a kincs, el is pusztultad szépen. Ennyi az időgép el van pusztulva, Doki megnyugodhat. Köszönjük szépen. Na, srácok, hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor egy lájkot nyomjatok rá. Befektettünk egyébként, vettünk jó sok pénzt, hogy tudjunk komolyabb dolgokat csinálni itt a játékban, úgyhogy István videóját is nézzétek meg, ott is azért volt befektetés, és talán látszott is az ára, úgyhogy Istvánom, köszönöm szépen ezt a rejtvényt, csodálatos volt, nagyon jó volt. Szépen, tök jó volt. Így egyébként néha így elnézek jobbra, vagyis hát nekem balra, de amúgy jobbra, hogy így, mintha ott lenni mellettem. Én fogalmam sincs, merre nézzek, de arra nézek, úgyhogy... Csá. Na, hát jók legyetek, szevasztok, sziasztok, és hogyha nem lennétek, iratkozzatok fel, és csapítsatok egy lájkot. Szevasztok! Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling.